Tilos lesz májustól annak az országnak a himnuszát elénekelni Szlovákiában, amelyiknek a helyszínen nincs hivatalos küldöttsége. 7000 euró lesz a büntetés, magyar képviselők is elfogadták a jogszabályt, ami állítólag nem titkoltan a dunaszerdahelyi magyar csapat szurkolóit célozta meg. Az utóbbi évek legnagyobb halát fogta ki Molnár Tamás a Dunából. A 216 cm-es harcsát a dunaalmási Royal Yacht Clubnál fél óra fárasztás után emelte a csónakjába a horgász, majd visszaengedte a folyóba. Közösségi oldalon terjed egy felhívás, amit az Info Esztergom is közzétett, miszerint több esztergom kertvárosi kutya tulajdonos szerint valaki idegmérget adott kutyájának. Állítólag több állat is meghalt négy utcában is. A rendőrségre eddig nem érkezett bejelentés. Eladta az 500. esztergom könyvet a Babics könyvesbolt. A kötetekből a Szent Erzsébet iskola 33-at rendelt, amit a könyv kiadója csütörtökön adott át az intézmény igazgatójának. A könyv minden esztergomi múzeumban is kapható.